hogy Nagy Ferót ott hagyja a saját zenekarában a saját fia. Ezt lehet drámaian is értelmezni, meg lehet úgy is beszélni erről, hogy Feró nagy fiú lett a fiad. Hát most szerintem majd Feró rendet rak ebben, hogy igazából hogy kell ezt érteni, mert hogy itt van vonalban. Szervusz Feró, jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok, és köszönöm az ATV-nek, hogy érdeklődik. Hát persze, hogy érdeklődünk. Hát figyelj, ez egyfelől egy bulvárhír volt. Másfelől meg azért tegyük azt is hozzá, hogy tényleg nem szokásos, hogy egy ilyen jól bevezetett, nagynevű, évtizedek óta jelenlévő zenekart egy fiatal ott hagy. Hát én régóta készülök erre a dologra, mert az nem jó, hogy egy apa az rátelepedik a gyerekére, és a gyerek akkor nem tudja a saját életét élni, hanem mindig azt a fajta zenét kell játszania, amit az apja mond neki. És én úgy gondoltam, hogy amikor én már évek óta készülök erre, hogy egyszer csak azt mondja, hogy ő elmegy egy punk zenekarba, vagy nem tudom hova, mert neki elege van a 8 óra munkából. Ez egy természetes dolog. Úgyhogy nem azt mondom, hogy nem fájt, de fájt. És sírtam is eléggé emiatt, hogy most itt hagy engem, mert kirepül a fészekből, maradjunk ebben. De tényleg sírtál? Most ezt szó szerint értsem? Megsirattad hát, a pillanatot? Nem a fiam előtt. Tegor, úgy gondoltam, hogy én magamban majd én elsírom magam, ahol senki se lát. De nagyon, hogy mondjam neked, rossz volt. Rossz volt, hát kirepült a gyerek. Hunor hány éves most? 35. Hát 35 éves korban már kutya kötelessége, hogy ott hagyjon. Én már egész csoda, hogy eddig kibírta mellettem. Azért egy nagyon fontos dolog, hogy... Figyelj, várj, nehéz veled gyereknek... Feró, nehéz veled a gyereknek együtt zenélni? Tehát lehet, hogy más zenészeknek nem annyira, de a saját gyerekednek nehéz lehetett? Figyelj, néha én sem bírom ki magamat, maradjunk ebben, jó? És akkor nem lehet azt mondani, hogy... Én eléggé lehetetlen alak vagyok. A gyerekem pedig kihasználta azt, hogy én az apja is vagyok, meg a zenekar vezetője. Ha valamit nagyon akart, akkor annyi volt az egész dolog, hogy azt mondta nekem, hogy apa. És akkor tudtam, hogy na jó, ezt már nem lehet kivédeni. De mondom, persze, hogy nem. Az helyzetű készültem rá. Ez olyan, mint amikor a lányom annak idején elveszette a szüzességét. És mondtam, hogy én a végre, ez az. Hát a legtöbb lányos apa nem ezt szokta mondani, erre sem. Igen, de én azt mondtam, hogy na végre, ez az. Hát felnőtt, 18 éves korában veszett el a szüzességét. Mondtam, hogy ne szórakozzál már. Hát de figyelj, Feró, biztos vagy benne, hogy a lányod örül, hogy ezt most elmeséled? Nem tudom, de ez az igazság, és az igazság a doktor, az fájdalmasabb. Mi lesz a Ricsével? Ugye a Ricse rajongók, és hát szép számmal vannak ma is, nyilván ezt a kérdést fogalmazzák meg azon túl, hogy jaj, szegény Feró, ott hagyta a fia. Hát nem tudom, hogy mi lesz vele, az még a jövő kérdése, de hogy lesz, az biztos. Hát már most le van kötve, vagy azt hiszem, hogy 12 koncert, akkor ezt valahogy meg kell csinálni. Ha valahogy az azt jelenti, mint ahogy legutóbb is csináltuk, Sepsiszentgyörgyön, ahol ugye két gitárosom van, az egyik az most megtanulta azt, amit a másiknak kellene tudnia, és ugye ide a közönség észre se vette. Na most a Hunort sajnos észreveszik, mert azért ő egy zseniális dobos. De ezzel zenész van a piacon, aki ezért a pénzért nagyon szívesen beugrik. Tehát lehet, hogy kísérő zenekarom lesz, nem pedig Beatrice, és úgy hirdetjük a bulit, hogy Nagy Feró, és akkor azzal vagy van, vagy nincs. Hát vannak olyan zenészek, akik a pályafutásuk egy szakaszában azt mondják, hogy jobb nekik egyedül éneklik a régi dolgokat, de lehet, hogy nem is kell fenntartani ehhez egy egész zenekart. Lehet, hogy neked is ez az út jön? Hát azt látom, igen. Hogy nem zenekar az egy család. Bocsánat, rendkívül nehéz összetartani egy családot. És azért én nem is bánnám, ha inkább csak kísérő zenészek lennének, mert akkor én is szabadabb vagyok. Tehát
tulajdonképpen nem kell megkérdeznem a zenekart akkor, hogy mit gondoltok, jó lesz ez, vagy nem lesz. De jó. Figyelj, ez akkor azért inkább azt jelenti, hogy Nagy Feró van, de lehet, hogy Ricse nincs. Figyelj ide. Az Edda az a Pataki Attila. Beatrice meg a Nagy Feró. Ennyi. Kérdésik arra, hogy ott hátul kidobolt, meg kiénekelt a vokált, meg mindent. Kim van a Mick Jagger, nyomja a I Can Get Note, és az a Rolling Stone. Te meg a Jerikót már nem is tudom mióta, 50 éve. Feró, köszönöm szépen, vigyázz magadra, jó egészséget kívánok, és sok koncertet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy hívtatok, sziasztok! Szia! Köszönöm a kedves nézők figyelmét, ez volt már a Start, holnap reggel megint jövünk Anitával, aki megvárja önöket a híradóban, most viszontlátásra!